Magyar cégek is részt vehetnek az Európát Ázsiával összekötő vasút kiépítésében a többi közt. Ebben állapodtak meg az Azeri Magyar Gazdasági Vegyes Bizottság ülésén. Oktatási, kulturális és energiabiztonsági kérdésekről is szó volt a megbeszélésen. A baltás gyilkos kiadatásáról viszont nem, ezt mindkét fél lezárt ügynek tekinti. Az azeri gazdaságfejlesztési miniszter azt azért elmondta, hogy szerinte a gyilkos Szafarov áldozat volt, és a magyar kormány humánusan járt el kiadatásakor. Bizottsági ülés napirendje következőképpen néz ki. 14 napirendi pont volt az Azeri Magyar Gazdasági Vegyes Bizottság ülésén, ahol többek között az energiabiztonság, a vasútépítés és a KKV szektor területén születtek megállapodások. Magyarország részt vehet abban az azeri grúz török együttműködésben, amely az Európa és Ázsia közötti vasúti kapcsolat létrehozását célozza. Ez egy óriási eredmény, hiszen az építőipar nem csak Magyarországon, hanem egész Európában kapacitásfelesleggel küzd. Ez alapvetően az eurózóna válsága miatt van így, és magyar építőipari cégeknek ez remek részvételi lehetőséget jelent. Ami az energiaügyeket illeti, a magyar kormány világossá tette, hogy a Nabucco West vezetéket támogatja az azeri gáz szállítására kiírt versenyben, mert így az energiahordozó Magyarországon jönne keresztül. A kis- és középvállalkozások támogatására a kereskedelmi és iparkamara üzleti tagozatot hoznak létre, és elindul egy felsőoktatási ösztöndíjcsere program is. A Szafarov ügy nem volt téma a bizottsági ülésen. Sahin Mustafayev azeri miniszter szerint azonban a magyar kormány igazságosan, humánusan és határozottan járt el. A miniszter szerint ahhoz, hogy megértsük az azeri kegyelmi döntést, más kérdésekre kell megtalálni a választ. Miért van az, hogy az örmény agresszió nyomán Örményország még mindig megszállva tartja területünk 20%-át, azt is, ahol Szafarov született, és miért kell 1 millió azeri embernek menekültként élnie a saját országában, fogalmazott az azeri miniszter. Sahin Mustafayev szerint azt sem kérdezi meg senki, hogyan történhetett a Kaukázusban azeriek százainak halálával járó népírtás 1992-ben nemzetközi támogatással, és miért nem hajtották végre máig azt az ENSZ határozatot, amely kitelepíti az örmény, mint fogalmazott bandákat Azerbajdzsán területéről. Az azeri politikus a baltás ügyről összefoglalóan azt mondta, nem csak az örmény tiszt az áldozat, hanem Szafarov is.